Dúcsa a legnagyobb esély. Szalszát visszavették rövidre. Talán még egy lovat kell betenni a gépbe. És tart, elindult az 1000 méteres tiszai díj mezőnye. Jól sikerült az indítás a mezőnynek. Bírónő és Szalsza már rögtön a talpon van. Mögöttük ott a negyedik, ötödik pozícióban csak Dúcse. Összességében azonban együtt jól az egész mezőny. És Dúcsével megpróbál a pálya közepére jönni majd lovasa és innen majd támadni. Amikor túl vagyunk az első 300 méteren, akkor Bírónő vezetésével érkezik a mezőny. Bírónő mellett Szalsza nagyon elemében van itt az egyenes pályán. És Batignol is nagyszerű verseny fut az öreg lovak mögött. Szinte fejfej galoppoznak, és navigáló is egészen jól tartja magát. Szalsza, Bírónő és Dúcs, ez az első három ló sorrendje, ők fogják ezt a versenyt eldönteni, tehát komoly meglepetésről nem lehet beszélni. Bírónő nagyon szaporázza Dúcsit, azonban még csak most kezdik el lovagolni. Szalsza kicserél tóként fut a rövidebb távon. 150 méter van még hátra a versenyből, Dúcse most már elől van, Dúcsit azonban támadja Szalsza, Szalsza vagy Dúcse, Szalsza, Dúcse, Dúcse most már előrébb van másfél hosszal, és Dúcse meg fogja nyerni ezt a versenyt. Dúcse, Szalsza, Bírónő. Ez az első háromló sorrendje, majd navigáló, illetve Batignol a két éves megérkezik az ötödik helyre. Nincs meglepetés, győz Dúcse. A vártnál talán egy kicsit nehezebben, mert azért az utolsó formájából kiindulva ennélre sokkal-sokkal simább győzelem is benne volt a pokliban, tehát végül is azért így is ez egy biztos siker, és hát ahogy vártuk azért Szalsza, rövidebb távon egészen más arcát mutatta. Véletlenül azt gondolom, hogy ezt a 60 körüli formát egészen biztosan megfutotta. És ez elegendő is a második helyezéshez, azelőtt a Bírónő előtt, aki mindig ott van a frontban. Hát kérdés egyébként, hogy itt Bírónő van közelebb a formájához, vagy Szalsza, mert Bírónő talán a vártnál közelebb a favoritokhoz. Figyelem, a hetedik futam nem hivatalos befutási sorrendje. Egyes, ötös, kettes. Ismétlem, egyes, ötös, kettes. Azért ahhoz képest, hogy 1000 méteres volt a verseny, egyrészt az első három közel egymáshoz, másrészt viszont a többiek nagyon-nagyon messze vannak tőlük, úgyhogy ebből a szempont nem tudom, hogy mennyire lettünk okosabbak, mondjuk Batignollal kapcsolatban, aki azért azt gondolom, hogy elfogadhatóan fut, Meriváról már túl sokat nem kellett beszélni. Hát ilyen szempontból nehéz a futam feldolgozása, mert ha mondjuk Bírónőnek kiindulunk egy 50-es topjából, akkor bizony Dúcséből sok hiányzik. És akkor itt utána három pont, mert hát aztán igen. Majd a szakemberek. Ha meg Szalszával indulunk ki, akkor elképzelheti irányosan sokat, javul Bírónő, javul Bírónő, ami nem biztos, az sem reális. Az sem reális, hogy 8-10 kilót javuljon. Lehet, hát ugye az 1000 méteres versenyek szépsége idézőjelben nyilvánvaló ilyenkor. Az biztos minden esetre, hogy azért a papírforma az jön, a számokkal pedig majd nyilván lehet sakkozgatni. Dúcse nyer három verseny zsinórban. Ez viszont biztos. Persze akkor lesz biztos, hogy a versenyintézőség rábólint erre. Ők voltak a legközelebb a barrierhez, de összességében elmondhatjuk, hogy a pálya közepén jön a mezőny. Ez az egyenes kamera nagyon sokat segíthet abban, hogy megítéljük, hogy történt esetleg valami durva irányváltoztatás, ami esetleg befolyásolhatta a verseny lefolyását. Szerencsére ilyen nem volt. Jön egy picit keresztbe megy a vezető Dúcse, de hát nagyon messze voltak mögött a többiek. Dúcse zsinórban három versenyt nyert, 1800-ra még csak a nyolcadik volt, aztán pedig visszavették rövidre, és hát nagyon úgy tűnik, hogy Dúcse a három éves Pejmén a jövő egyik nagy sprinter reménysége lehet. Persze ez még további javulásra van szüksége, de az út, az irány az jó, és Siklósi Tamás ennek örülhet a legjobban, hiszen most már Dúcse hármat nyer, ott van a ló tulajdonos, az importőre, Hajdi Lajos a ló trénere, és hát az ifjú generáció is ott van, tehát Siklósi Tamás fia. Szép siker, és hát várjuk majd a folytatást. A Légerben nem lesz lova az istálónak, de hát még az idei esztendőben lesznek még olyan versenyek, ahol szóba jöhetnek majd az istáló legjobb lova is.